A Györfi Napok esemény sora mindig a néptáncot tanuló osztályközösségek közös gála műsorával ér véget. A táncosokat és a Dérinész Színház termét megtöltő közönséget az elmúlt hét péntekén Ispán Tildikó önkormányzati képviselő, az iskola nyugdíjas igazgatója köszöntötte. Másfél évtizeddel ezelőtt Pán Tildikó igazgatósága idején szervezték meg az intézményben a néptáncoktatást, és rendezték meg az első gálát. Természetesen mindannyiunknak, így nekem is nagy öröm, hogy az elmúlt 14 évben valóban generációk követték egymást. A néptáncoktatással elhagyták az iskolát, belenőttek egy újabb közösségbe, és abban az újabb közösségben ismételten folytatták. Tehát úgy érzem, hogy az a közös tevékenység, amelyet az intézményben elindítottunk, amelyről szóltam is a bevezetőben, hogy beépült a pedagógiai programunkba is, gyakorlatilag meghozta nevelő szép hatását, és ami öröm számomra, hogy azóta nagyon sok intézményben, iskolában, óvodában, hogyha a legapróbbakkal kezdjük, óvodában, iskolában, középiskolában és a Dériné Művelődési Központban felnőtt csoportok folytatják ezt a tevékenységet. Tehát egy kicsit, hogy úgy mondjam, színfoltja is lett a városnak, és a város kultúrájának a részét képezi. Olyan táncosaink és tánccsoportjaink vannak, akikkel méltón képviseli a város magát egy-egy rendezvényen, nem csak iskolai rendezvényen, városi rendezvényen, avagy éppen néptánc gálán, vagy testvérvárosi találkozókon, hiszen erre is volt az utóbbi időben nagyon sok példa, amikor a testvérvárosokból érkező táncosokkal együtt köszöntettük a mi táncosainkat is. Tehát ez egy nagyon nagy öröm, mert érzi az ember azt, hogy a munkájának értelme, eredménye azáltal, hogy talált egy olyan követő közösségre a mindenkori iskolavezetés, a pedagógusok között, akik valóban érzik ennek az örömét, mert hiszen ez az ő örömük, és az ő munkájuknak is a gyümölcse, ha így lehet mondani. Arról meg nem is szólva látni kell ezeket az aranyos gyerekeket, hogy milyen örömmel vannak a színpadon, és mutatják be mindazt, amit megtanultak. A népi tánc megőrzésének fontosságát Györfi István is hangsúlyozta a Néphagyomány és a Nemzeti Művelődés című röpiratában. Szellemi öröksége máig él, de meddig lesz aktuális a változó világban? Egyik nagy tisztelője vagyok, és azt mondom, hogy Györfi Istvánnak minden mondata, minden írása, ami publikálva van, vagy még nincsen, az mind érték, és az örök érték, és örök érvényű igazságokat tartalmaz, én azt mondom, hogy a végletekig lehet. Mert mint ahogyan most itt a köszöntőbe egy Goethe idézettel fejeztem be, amikor azt mondja, hogy a gyermekeinknek a legnagyobb dolog, amit adhatunk, a gyökerek és a szárnyak. A gyökerek, amiből mindenkinek valamiként táplálkozni kell. Mert ha ez nincs meg, akkor az egy nagyon nagy baj. Tehát a hova tartozásunk, a mihez tartozásunk, és a gyökerekből táplálkozva adhatunk, vagy kaphatunk szárnyakat, ki milyen magasságba repülhet, mert hiszen mindannyiunknak az a legszentebb, hogy az ifjúság, a gyerekek minél magasabbra repüljenek, mert így viszik azt az értéket, amit magukba tápláltak, úgy az iskolában, mint abban a közösségben, legfőképpen a családi közösségben, amelyben éltek. Oroszné Milinkhoffer Rita az 1990-es évek végén lett a Györfi Néptánc tanára, az elmúlt 15 évben több száz tanítványa volt. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy több száz gyerek tanult a Györfi iskolában néptáncot, őket én tanítottam, és több száz gyerek táncolt az én kezem alatt. A mai délutánon 213 gyermek táncol. A gálára februártól februárig készülnek, vagyis egy év munkáját látja ilyenkor a közönség. Igazából nekünk ugye a tanév februártól februárig tart a néptáncos osztályoknak, vagy a néptáncot tanuló osztályoknak, hiszen
mi a utolsó néptáncgálát követő hetekben sem pihenünk, hanem készülünk a következő néptáncgálára, a következő évi februári néptáncgálára, hiszen ez már egy hagyomány, és tulajdonképpen egy évnyi munkája van ebben az egészben, ami látszik. Természetesen az első osztályosoknál nem, mert ugye ők szeptemberben kezdték a táncot, nekik még gyermekjátékok és játékos foglalkozások vannak, de már velük is betekintünk a néptánc alapjaiba. Az országhatárokon belüli tájegységek magyar táncaiból válogatnak, csak az idősebbekkel merészkednek a határon túlra. Kis magyarországi táncokat táncolunk elsősorban, és inkább már a nagyobbakkal, akiknek van némi tánc tudásuk, alapjuk, velük szoktunk már egy kicsit kitekinteni a magyarországi határon túlra. Például az erdélyi táncokat nagyon kedvelik a nagyobbak, ők már azok, akiknek komolyabb alapjuk van már, komolyabb tudás áll a hátuk mögött. A Györfis néptáncosokból szerveződött a Pántlika Néptánc Együttes kezdőgárdája is, a gálán vendégként léptek fel. Már ők dolgozó fiatalok, főiskolás, egyetemista fiatalok. Kevesebb a létszám, mint amivel kezdtünk, pontosan ezért, mert ugye többen elkerültek a városból, tanulmányaik miatt nem igazán tudták folytatni, vagy munkájuk miatt nem tudták folytatni, de teljesen aktuális dolog, hogy októberben tervezünk egy nagyszabású gálát, amire terveink szerint visszaérkeznek a régi táncosok is. Aktív tagjai a tánccsoportnak 12 fő körül van, de az alattuk lévő Kopogók néptánccsoport már elért korban oda, hogy együtt táncolunk velük, együtt csináljuk a próbákat, megtanulják a koreográfiákat, és így nagyobb létszámban is elő tudjuk adni ezeket a táncokat. A táncot tanulók között számos tehetség is feltűnt az évek alatt, az iskolán kívüli néptánckörök utánpótlásában most is nagy szerepet kap az iskola. Hihetetlen nagy közösségformáló szerepe van a néptáncnak. Nagyon sokszor megmutatkozik az, hogy aki esetleg nem mer vállalkozni egy-egy versmondásnál, az a táncban szóló szerepet mer vállalni, tehát hihetetlenül ki tudnak bontakozni itt a táncban. Nagyon-nagyon sok tehetséges gyermek van, inkább itt a kitartás az, ami a legfontosabb. Minden gyerek ritmusérzéke formálható, ezt tapasztaltam az évek során több esetben is. Voltak, akik botlábúak voltak óvodáskorukban, és utána hihetetlen jó táncosok lettek, utána aztán az évek folyamán, ahogy egyre jobban fejlődtek. Nagyon-nagyon sok tehetséges gyerek van, és még egyszer mondom, a kitartás ezeken a gyerekeken látszik. A Dérini csoportjaiban közel 150 gyermek táncol. Ezek közül azt gondolom, hogy egy olyan 35 fő az, akikkel óvodáskoruktól kezdve táncolunk, vagy legalábbis mióta ez a lehetőség van, hogy itt a városban néptánccsoportként működhetünk. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan, de egyre többen, hiszen én 5 év után most mentem vissza dolgozni, és miután 3 tagiskolában tanítok, lehetőségem van arra, hogy belelássak ugye a néptánc által a ritmusérzékükbe a gyermekeknek, és például az elmúlt évben, szeptemberben kezdtem egy egész tanévet, és akkor volt rálátásom a dolgokra. A Kovács Mihály tagiskolából is, és a Györfi István tagiskolából is vannak új táncosok, akik nálam szakkörként táncolnak az iskola keretein belül, és a Dérinében is szívesen láttam volna őket, és nagy örömömre szolgált, hogy táncolnak nálunk. A néptánc óra nem csak közösségformáló, de komoly fizikai igénybevételt is jelent. Hát az, hogy ugye az alapállás kihúzza magát, fölemeli a fejét, és arról nem beszélve, hogy sokszor a kollégák is, vagy a szülők is rácsodálkoznak arra, hogy egy-egy néptánc óra felér egy testnevelés órával. Tehát főleg ugye az ugrós táncoknál, és azért egy 45 perces órából, hogyha mondjuk az öltözködés leszámítjuk, és 40 percet táncolunk, az azért hihetetlen erőkifejtést eredményez. És ez, még egyszer mondom, testileg is, lelkileg is, fizikálisan is átmozgatja őket. A világ változik, és a népi tánc ma már leginkább a színpadon tűnik fel, a hétköznapi alkalmakon csak kivételes esetben és közösségekben. Megőrzésében nagy szerepet játszik a szervezett tanítás. Nagyon remélem, hogy nagyon sokáig, hiszen ugye itt a mai este folyamán a Pipás Népzenei Együttes szolgáltatja nekünk a népzenét, az élő népzenét a táncokhoz, és a vezetője, Bíró Attila nekem korábbi nagyon jó volt táncos társam, együtt táncoltunk Tiszafüreden, innen a kapcsolat, és 2008-ban bekapcsolódott ugye a
itt folyó munkába a Pántlika Néptánc csoport kapcsán, és az ő hihetetlen kitartása, meg az ő hozzáállása ehhez az egészhez, a kutató munkája eredményezte azt például, hogy a karcagi koreográfiánk megszületett. Ez mind zeneileg, mind táncilag, és igen, sokszor előfordul még, hogy találkozunk népviseletbe öltözött lányokkal, akár Kalocsán, akár a Dél-Dunántúlon, akik így járnak még templomba, tehát őrzik a hagyományokat, és a lakodalmak is e köré fonódnak, vagyis hogy a lakodalom fonódik e köré az egész népszokás köré, és általuk felelevenítik ez az egész szép dolog. Itt a környéken nem igazán jellemző, bár a jásságban is a kutatómunka eredményeként fellendült ez a dolog, és ott is próbálják újraéleszteni a kultúrátnak ezt a részét. Dobos László polgármester a hagyományőrzés fontosságát emelte ki a délután tanulságaként. Ez a munka Karcagon nagyon szerencsésen nem állt meg a tanóránál, hanem más keretek között is folytatódott, és ezt az iskolán kívül működő tánccsoportok sikerei igazolnak. Nagyon örülök, hogy itt lehettem ezen a délutánon, hiszen egy kiváló rendezvényen vehettünk részt. Én úgy gondolom, hogy egyre inkább kijön az, amit évekkel, évtizedekkel ezelőtt elterveztünk, hogy a hagyományőrzés Karcagon azért minden szinten valósuljon meg, minden területen valósuljon meg. Így vagyunk ezzel a néptánccal is. Örülünk annak, hogy az intézményeink fölvállalták ezt a kezdeményezést, jelen esetben a néptáncot a Györfi István általános iskola sok évvel ezelőtt, és láthatjuk ennek a gyümölcsét. Ez mindig egy örömteli dolog, hogyha egy kezdeményezés, egy mag olyan termőt talál, amelyik be is fogadja, és abból szárba szökken a siker. Végig kísérhettük a legkisebbektől a legidősebbekig idézőjelbe, tehát a nyolcadikosokig azt a fejlődési folyamatot, amit elérnek ezek a gyermekek a tanulás folyamán, és láthattuk azokat a fiatalokat is, akik már középiskolásként vagy éppenséggel a felsőoktatásban tanulva jönnek vissza és kápráztattak el bennünket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés ez nagyon hasznos volt, és nagyon örülök, hogy olyan pedagógusok vannak ebben az iskolában, akik ezt a gyermekekkel el is tudják fogadtatni, és inspirálni tudják arra a gyerekeket, hogy ezzel a gyönyörű dologgal, a néptánccal foglalkozzanak. Köszönet ezért elsősorban az iskola vezetésének, köszönet ezért Orszné Milinkhofer Rita táncpedagógusnak, és természetesen az intézmény összes pedagógusának, akik emellett voltak, hogy ez a program, ez a kezdeményezés, ez folyamatosan jól működjön, és élményt adjon gyermeknek, szülőnek, a karcagi lakosságnak egyaránt.